Az évvégi visszatekintők sorából nem maradhatott ki a Vasvári Pál általános iskola sem. Az intézmény mozgalmas évet tudhat maga mögött, több apró fejlesztést is megvalósítottak, ezek a teljesség igénye nélkül virágosítottak, új kistermet alakítottak ki a politechnikán, trezorszekrényeket szereztek be, hangtechnikai eszközöket fejlesztettek. Az intézmény tagja a Sportiskolák Országos Szövetségének általános iskolai kategóriában jelenleg az előkelő második helyet foglalják el. Az iskola 470 tanulója kiválóan teljesít mind az osztályteremben, mind pedig a sportpályán. Magas szinten zajlik a tanulmányi munka és a sportélet is. A két alappillér, amelyre az intézmény épít. Erről beszélgettünk Gálosfai Tímea igazgatóval. Jelen pillanatban 470 tanulunk van, ami úgy gondolom, hogy megnyugtató, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy a Vasvári hírneve egyre inkább erősödik. Így mondhatom azt, hogy 3 osztályt minden évben el tudunk indítani. Bízom benne természetesen, hogy a jövő is ezt fogja majd hozni. A tanulmányi átlagok tekintetében először is hadd szögezzem le, hogy ez egy nagyon fontos 3-as pilléren nyugszik. Egyrészt ugye a gyermeknek a teljesítményét adjuk meg a jegyek vonzatában, viszont a szülői háttér nagyon-nagyon fontos ebből a szempontból, illetve a pedagógusoknak az az áldozatos munkája, amiért én nagyon hálás vagyok. Így elmondhatom azt, hogy a magatartási szorgalom átlagunk 4,4, ami úgy gondolom, hogy a sporttal való kapcsolódásnak is köszönhető, hiszen ezek a gyerekek nagyon megtanulják azt, hogy csak meghatározott ütemrend szerint tudnak előrébb kerülni, mind a házi feladatok, mind a sport és az hétköznapi tevékenységek során. Ami megint nagyon-nagyon szimpatikus egy igazgató számára, az meg a 4,3-as tanulmányi átlag, ami természetesen iskolai szintre vetítve van. Vannak ennél kiemelkedőbb tanítványaink is, de ha azt mondom, hogy a nehézséggel küzdködő gyerekek számára a több gyógypedagógus, aki itt van, nagyon jó segítséget nyújt, akkor ez is igazolja azt, hogy segítünk nekik is abban, hogy felzárkózzanak. A Vasvári esetében meg annyi elképzelésről, megvalósult és folyamatban lévő tervről beszélhetünk. Gálosfai Tímeával ezekből is szemezgettünk. Ki ne emlékezne a Vasvári hét program sorára, vagy éppen a hétkarikás játékokra? Az igazgató szerint hatalmas és tennikész szellemi tőke áll a rendelkezésére a kollégák által, ezért is pályáztak több projektre is. A Meet és Code pályázat nyomán 2 Artek robotot nyert az iskola, a First LEGO League versenynek köszönhetően pedig 2 nagy pályát, 28 LEGO állomást, kiegészítőket és érdekességeket is hazahoztak a gyerekek. Igazság szerint, amikor én ide kerültem, tulajdonképpen másfél évvel ezelőtt, akkor egy olyan szellemi tőkét, egy olyan emberi akarattal találkoztam, amelyikre úgy gondoltam, hogy méltán lehet alapozni. A kollégákban nagyon nagy kreativitás van, rettenetesen jó ötleteket hoztak nekem, és ezek mellé csak az kellett tennem, hogy mellé állok, és segítem, és támogatom őket. Ebből adódik az, hogy nagyon színes és változatos programokat tudtunk megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy a meglevő értékeket tovább tudtuk vinni, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, és természetesen hoztunk új programokat is. Ilyen volt a hétkarikás játékok, a városi szinten egy sport megmozdulást jelent. Nagy örömömre találtam egy olyan kis társaságot, Gárdát, aki a programozás terén nagyon kreatív volt, és nagyon akarta, hogy fejlődés legyen. Én nagyon fontosnak tartom ezt a jövőre nézve, hogy tegyünk egy pluszt a sport mellé, és ebben az irányban indultunk el. Elindultunk egy Meet és Code pályázaton, aminek következtében 2 Artek robotot sikerült nyernünk, tehát ezek voltak az első lépések. Most a legnagyobb projektünk a LEGO pályázaton történő indulás. 2 felsős és 1 alsós 10-fős csapattal indultunk, és ennek következtében 2 nagy pályát, 28 állomást tudtunk megpályázni, illetve megnyerni, illetve a picik egy kisebb kaliberű csomaggal indulnak el. Nagyon jól haladunk ezen a téren, úgyhogy már LEGO kupának a birtokosa is vagyunk. Az elmúlt hetek egyik legnagyobb beruházása volt a tornaszoba kialakítása, amely a Makrai Terem nevet viseli. A Tesco pályázatnak köszönhetően 3 kültéri elemmel bővült az iskola logikai parkja, illetve be nem fejezett projekt még a szabadtéri tanterem kialakítása. Az előző fél év és az előző év vonzatából
5 pályázaton indultunk, és nagyon nagy örömömre ezek sikeres megvalósításúak voltak. A Sportiskolák Országos Szövetségének keretén belül 2 pályázatot tudtunk megvalósítani a 2023-as évben. Ezek mind elsődlegesen a sport irányultságában tettek kezdeményezéseket, és ennek keretében történt a tornaszobánknak a kialakítása, amit Makrai teremnek neveztünk el, és mind a torna, mind a birkózás alapjainak az elsajátítását támogatja, amellett, hogy természetesen a testnevelés óráknak egy új helyszínt tudtunk ezzel biztosítani. Indultunk a Dunai Város kenyerén, ami hozzájárul majd a későbbiek során a Bethlen Gábor pályázattal egyetemben, hogy majd megvalósul a torna, a szabadtéri tanterem. Ez a jövőnek a terve, mert hiszen már mindent megvettünk hozzá, csak a kivitelezési lépések hiányoznak, az lesz majd a 2024-es évben. Terveink között még nagyon sok minden szerepel, egy pályázatot még azonban meg kell, hogy említsek. A Tesco-nak a pályázata ugyanis lehetővé tette azt, hogy elindítsunk egy játszótéri projektet, ez volt a Vasváris Logikai Park. Az alapítványnak a keretein belül még volt egy kis pénzmag, amit hozzá tudtunk tenni, és így 3 játszótéri elemet tudtunk az udvaron kialakítani, amik a logikai gondolkodást fejlesztik, tehát nem csak a játékot és a mozgást, és ezért kapta a Vasváris Logikai Park nevet. Nagyon szeretnénk, hogyha a jövőben további pályázati forrásokkal ezt fejleszteni tudnánk. A Hankók is adott nekünk olyan lehetőséget, hogy a belső burkolatokat fel tudjuk újítani, hiszen a nagyon régi műanyag burkolatok már egy kicsit áldozatul estek a gyermeki kíváncsiságnak. Gálosfai Tíma érkezése óta tehát számos pályázatot nyert az iskola, és tervben vannak további fejlesztések is. Az igazgató folyamatosan kéri és várja a pedagógusok visszajelzéseit, hogy az elképzeléseket így vagy úgy, de megvalósítsák.